Az ügyfelek érdekében elektronikus ügyfélsegítő indul a Debreceni Járásbíróságon. A Debreceni Törvényszék elnöke még 2020. március 11-én elrendelte, hogy a kialakult egészségügyi helyzetre tekintettel az ügyfélsegítő nap szolgáltatásai visszavonásig szünetelnek. Erre az ügyfelek és a bírósági dolgozók egészségének védelme érdekében volt, és van jelenleg is szükség, mivel a kontaktusok számát lehetőség szerint alacsonyan kell tartani. Ugyanakkor a Debreceni törvényszék vezetésének fontos, hogy az ügyfelek a koronavírus járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet idején sem maradjanak segítség nélkül, ezért ez a döntés született, hogy elektronikus úton Hajdúbihar megyében először a Debreceni járásbírósághoz lehet fordulni. E-mail formájában az ügyfelek otthonról is kérhetnek eljárásjogi segítséget az általános jellegű, bírósági hatáskörbe tartozó kérdéseikkel és beadványok benyújtásával, perindítással kapcsolatban. A távoli segítség 2020. április 27-től áll az ügyfelek rendelkezésére. Egy bírósági fogalmazó fogadja és válaszolja meg hétköznapokon az e-mail formájában érkező megkereséseket. Az ügy érdemére vonatkozó anyagi jogi segítségnyújtás érdekében továbbra is az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodása helye szerinti járási hivatal jogi segítségnyújtó szolgálatához fordulhat. Pártfogó ügyvéd engedélyezésére is ők jogosultak. A debreceni törvényszék vezetése figyelemmel fogja kísérni az elektronikus ügyfélsegítőt és a tapasztalatok elemzését követően ezt a szolgáltatást akár Hajdubi megye más járásbíróságain is bevezethetővé teszi.